Sikeres volt polgármesterként, sikeres üzletemberként. Mészáros Lőrinc 2011-től vezette Felcsútot, közben a vállalkozásai is szárnyaltak, olyannyira, hogy 2014-ben 1 milliárd forintot el is felejtett beleírni a vagyonnyilatkozatába. Jobban gyarapodott, mint hát lehet, hogy okosabb vagyok, nem mondom. 2018 óta nem kell a vagyonnyilatkozattal bajlódnia, ekkor mondott le a polgármesteri pozícióról. Azóta többször is hivatkozott arra, hogy már nem közszereplő, amikor újságírók próbálták kérdezni. Egy éve adta el a mátrai erőműben lévő többségi tulajdonát az államnak, alig 2 évvel azután, hogy cége 6 milliárd forintért megvásárolta, majd kivett belőle több mint 8 milliárd forintot. A hvg.hu újságírója ezt követően akarta tőle megkérdezni egy nyilvános kiállításon, hogy mennyit fizetett az állam a részvényekért. Amikor az újságíró a vételárról kérdezte, a milliárdos azt válaszolta, idézem, mondom, távolodjon már el tőlem, hát kicsoda maga, hogy engem zaklat. Az újságíró válaszára pedig azt közölte, én meg egy polgár vagyok, nem közszereplő. Nagyon kérem, hogy fáradjon el. Hogy mennyi pénzem van? Ezt a kérdést újra fel lehet tenni Mészáros Lőrincnek. A kúria egy más ügyben indított eljárásban ugyanis kimondta, gazdasági tevékenysége kapcsán a felperes közszereplőnek minősül, vagyis a gazdasági életben betöltött szerepét illetően a személyével kapcsolatban a véleménynyilvánítás lehetőségei az átlagosnál jóval tágabbak. Mészáros Lőrinc vagyonának jelentős részét állami közbeszerzésekből szerezte. A közpénzek átláthatóságáért küzdő Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a kúria döntése nem jelenti azt, hogy innentől újra vagyonnyilatkozatot kell tennie Mészáros Lőrincnek, de el kell viselnie az újságírók érdeklődését. Ez a döntés azt mondta ki, hogy itt nem tehetséges rátermett magánemberek jó ötletből táplálkozó, teljesítmény alapú meggazdagodásáról van szó, hanem közpénzeknek a használatáról, és ahol közpénzt használnak, ott a nyilvánosságnak meg a kritikának az átlagosnál nagyobb mértékét kell elviselni. Szerettük volna megtudni Mészáros Lőrinctől, mit szól a kúria ítéletéhez, de nem reagált megkeresésünkre.